Üdvözlöm a rájátszás nézőit! Labdarúgóink nem jártak sikerrel idegenbeli meccseiken a múlt héten. Kézilabdázóink is felemásan teljesítettek. Ökölvívás terén viszont csak sikerekről tudunk beszámolni. Lássuk a részleteket! A HSE megyei első osztályú labdarúgói a Deasznál jártak a múlt héten. A HSE két vereség után próbált meg újra győzni, ám a szombat esti mérkőzésen 1-1-es döntetlent ért el végül. A mieink László Richard góljával szereztek vezetést a második félidő közepén, de a debreceniek 6 perccel később egyenlítettek. Együttesünk továbbra is a 7. a 16 csapatos mezőnyben. A megyei másodosztályban a HSE 2-re földesen várt mérkőzés a bajnokság 22. fordulójában. A HSE 2 lassan egy hónapja nem nyert mérkőzést, így nagy reményekkel várták a földes elleni találkozót. Az összecsapás végül gyenge játékot hozott, amelyen alig-alig forogtak veszélyben a kapu. A mieink csak kapufákig jutottak, míg a vendégeknek sikerült kétszer is betalálniuk, így végül 2-0-ra nyert a földes. A HSE 2 a 12. helyen maradt. Tavasszal továbbra is képtelen nyerni a megyei női kézilabda bajnokságban a hajdúszoboszlói NKS-e. A lányok ezúttal a Delke vendégeként szenvedtek súlyos vereséget. Az elképzelés nélküli rohanás végén több mint 20 góllal 35-10-re kaptak ki. Zelizi Miklós tanítványai a 6. helyen állnak a 9 csapatot felvonultató mezőnyben. A hajdúszoboszlói NKS-e a 11. fordulóban szenvedett utoljára vereséget. Egy héttel később szabadnapos volt a csapat, és akkor úgy gondolhattuk, jól jön a rövid szünet, hogy Zelizi Miklós, a csapat trénere, rendet tegyen a fejekben. Kellett is, hiszen a gárda nem kezdte és nem is folytatta jól a tavasz idényt. Két vereséggel nyitottak, utána jött a szünet. A múlt hétvégén pedig a tabella utolsója következett. A Komádi Ese azonban meglepte játékosainkat. Az első percekben még tartotta is magát a csapat, utána viszont meglépett a Komádi. Következett a szokásos eredmény utáni rohanás, ám ebből nem jöttek jól kilányaink. A szünetre már 8 gólos, 17-9-es hátrányban voltak. A második félidőben a fiataloknak adott játék lehetőséget a mester. Az utánpótlás újfent bizonyította, hogy lehet rájuk számítani. Bár közelebb férkőzni nekik sem sikerült az ellenfélhez, az mégiscsak pozitívum, hogy döntetlenre hozták ezt a félidőt. A vereséggel a 6. helyen áll a HNKS-e. Az eredetileg kitűzött dobogó közeli helyezés csak 2 pontnyira van, ám most úgy tűnik, mégis nagyon messze. Annak ellenére, hogy még csak 3 meccsen vannak túl a lányok, megállapítható, hogy ez a tavasz kútba esett a 4. hely szempontjából. A továbbiakban arra koncentrálnak a csapatnál, hogy a fiatalok minél több rutint szerezve erősödjenek a következő évadra. Az amatőr NKS-e viszont újabb győzelmet szállított a bajnokság 13. fordulójában. Hazai pályán nyertek rangadót. Népes csapattal utazott a hajdúszoboszlói Papp László Box Akadémia Nagykanizsára a múlt héten. Az utánpótlás olimpiáról több éremmel térhettek haza. Szántó Józsefet, az akadémia elnökét telefonon értük utol. Nagykanizsán volt 16-tól 19-ig az utánpótlás olimpia. 19 versenyre utazott el a két korcsoportban. Mi voltunk a legtöbben. Lett egy első helyezésünk és 2 harmadik helyezés. El kell mondani, hogy a Nagy Kanizsa adott otthon, 2 szorítóba folytak a mérkőzések. A 4 nap alatt 272 mérkőzés volt. 272. Ugyanis a diákolimpiák történetében ilyen sok induló még soha nem volt. 303 versenyző 68 egyesületből. Kis Tamás, aki első helyezett lett a plusz 81 kilóba, úgyhogy a súlycsoportjában mind a 4 nap győzött, és a 4 nap a 12 menet helyett csak 8 menetet boxolt, mert az elődöntőbe jutásért, és az elődöntőbe is összesen 1 menetet boxolt. Lett 2 harmadik helyet vettünk, a Kovács Ákos, ő a 68 kilóba lett a harmadik helyezett, és a Fortunyák Patrik, az pedig az 56 kilóban szintén harmadik lett. Maximálisan elégedett lehetek, mert a támogatást követően most indultunk ilyen nagy létszámmal, ugyanis addig egyedül voltam, most már nem egyedül dolgozok,
És ezek a gyerekek tulajdonképpen 29-én tettek technikai minimumvizsgát, tehát zömében első versenyen gyerekek voltak, meg kellett nekik küzdeni azzal a tudattal, hogy most verseny lesz, és azért nem puszikat osztogatnak a szorító fogalmakat, és előbb önmagát kell elérni mindenkinek. A következő verseny a Bornemisz emlékverseny van a hazai időrendi versenynaptár szerint. Még versenykiírást nem kaptam róla, a versenynaptár szerint május végén lesz. És az pedig iszikor csoportban lesz, iszikorosztálynak lesz, és állítólag a nőknek is, de ez akkor biztos, mikor a versenykiírás már megjött. A Bornemissza verseny után júliusban hazai rendezésű boxesemény is lesz. A Papp László emlékversenyen a tervek szerint betétprogramként az utánpótlás is szorítóba lép. Most pedig lássuk, milyen sportesemények lesznek a hétvégén. Szombaton igazi kézilabdagálát láthatnak a szurkolók a sportházban. 4 mérkőzést is rendeznek ugyanis holnap. Délelőtt 10 órakor az amatőr NKS-e fogadja a téglást. Délután 1-kor kezdődik a hajdúszoboszlói NKS-e és a Nádudvar akarat sportkör összecsapása. Ezt követően a fiúké lesz a terep. 2 hetes szünet után a Martfű lesz a hajdúszoboszlói KSK ellenfele az MB2-es férfi kézilabda bajnokságban. A felnőttek délután 4-kor, a juniorok este 6-kor kezdenek. Aki esetleg labdarúgó mérkőzést szeretne megtekinteni, annak figyelmébe ajánljuk a HSE megyei első osztályú bajnokiát. Szombat délután 4-kor a hajdúdorog érkezik a sportutcába. Vasárnap délelőtt 10-kor ülnek asztalhoz MB2-es sakkozóink a bajnokság zárófordulójában. 8. helyen álló hajdúszoboszlói sakkese ellenfele a 9. Nádudvar lesz. A kezdés tehát vasárnap délelőtt 10 óra a Majaja Panzió külön termében. Vasárnapra is jut labdarúgás. Ekkor a HSE 2 lép pályára a hazai környezetben. Mezei József csapata a Pocsáj KSE ellen próbálja megszakítani egy hónapja tartó nyeretlenségi szériáját. Erre tehát vasárnap délután 4 órai kezettel lesz lehetősége megyei másodosztályú labdarúgóinknak. Sportműsorunk végén megköszönöm, hogy velünk tartottak ezen a héten. Nézzenek minket jövő pénteken is!